Hármas karamból történt szerdán reggel a 87-es főúton, Táplán Szent Keresztnél, a bogáti leágazó közelében. Skoda és Volvo várakozott egy útszélén veszteglő kis teherautó mögött, hogy kikerülhessék azt, amikor egy érkező Suzuki hátulról beléjük rohant. A három autóból négy sérültet vittek kórházba. A helyszínelés idejére lezárták az utat, a reggeli csúcsforgalomban óriási dugó alakult ki a külső Rumi úton.